akár csak én, te is elég sok szállal kötődsz Sopronhoz, a színházhoz, sőt, szerzőtársa vagy egy már nem élő, hogy lehet valaki szerzőtársa egy nem élő írónak? Ő beleegyezése nélkül. Szerintem Rejtő Jenőről van szó, és szerintem Rejtő Jenő mindenkinek a beleegyezését adta, aki szereti őt. De miért? Nekem maga rohadt szentes. Én szívesen beláldozom magam. Azt én így állom. Mindig is a spanyol volt. Remélem, onnátha. Neked mit jelent Rejtő Jenő? Hát figyelj. Színészileg. Hát nagyon jó. Nagyon jó, mert nagyon jó poénokat ad minden szereplőnek, a kis karaktereknek is mindig van egy jó bemondásuk, amivel ki vagy be lehet jönni. Mivel olvasva óriási a Rejtő, és mindig megvan az a veszély, hogy játszva, most nem arra gondolok, amiket kifejezetten kabaré jelenetnek írt, hanem hát vannak a regényei, amiket megpróbálunk időnként megjeleníteni. Gondolom a ti előadásotokban is van a Uram a késemért, jöttem, ez van. Van, mert különben én kaptam volna egy kést a hátamba, hogy ez nem marad benne egy Rejtő összeállításban, tehát muszáj volt, de nem is muszáj, hanem azt hiszem, hogy vannak olyan kultikus, emblematikus mondatok, gondolatok, amelyek egy Rejtő szellemiséghez illenek. Ez illik hozzá. Én Gróf Smirnov Iván vagyok, Elias Simó! Hát akkor maga kicsoda? A szörmés! Egy vadmacska belépőt szállítottam, hiába akarja lealkudni mókusra. Én inkognitóban voltam, az előbb beszéltem a hercegnővel, és most kérem kegyességet, egy magán kihallgatáson próbáltam. Maga csak menjen, én is nagyon örültem. Itt valami szörnyű félreértés történt, ön pedig meg fogja kapni a pénzét postán. De miért mondta az, hogy maga Simó? Mert az is vagyok. Hey! Vajon a magadat? Magába is. Miért mondta ezeknek, hogy maga Simó? Mert nem tudtam, hogy itt hazudni kell.